Ahogyan említettük, az önkéntes tesztelés az iskolai pedagógusok körében is zajlik. Erről kérdeztük Földváriné Simon Ilonát, a Nagykun Református Általános Iskola igazgatóját. Kedvesek, készségesek, segítőkészek voltak, akik a szülést végezték. Minden pedagógus kolléga pozitívan nyilatkozott a tesztelést végző fiatalok hozzáállásáról. Megnyugtató a pedagógusok, a szülők és a gyermekek számára is, hogy a lehetőség van a tanárok tesztelésére, fogalmazott az intézményvezető. Örömmel fogadták ezt a lehetőséget, és azt, hogy a kormány gondolt rájuk. Mennek a tesztelések folyamatosan, és a kollégák is jelentkeznek, és nagyon örülünk, mert eddig minden tesztelt kollégának a tesztje negatív volt. Többen azért fogadták örömmel a tesztelés lehetőségét, mert idősebb szüleik vannak, vagy maguk is az idősebb korosztályhoz tartoznak, esetleg bizonyos alapbetegségekkel is küzdenek. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen nagy biztonság számunkra, de biztonságot jelent a tanítványaink számára, és megnyugtató a szülők részére is. Természetesen a járvány kitörése óta minden kinyugtalan, de most a tesztelés után a kollégák megnyugodtak. Úgy látom, hogy a szülők számára is megnyugtató a tanárok tömeges szűrése, mert így a gyerekeiket úgy engedhetik el az iskolába, hogy tudják, hogy a tanáraikat tesztelték.